Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, az Ornai Petri Csoma Könyvtár Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Bajernik Simonetta könyv alkotó, könyvíró bemutatóján, pontosabban ezt a könyvet fogjuk is megismerni a délután folyamán. Simonetta Békés Csabán született, a mai napig itt él, és kozmetikus mesterként szépíti a hölgyeket, urakat a Beauty Milano szépségházban. Egyedülálló anyaként neveli 14 éves fiát, akivel 3 évvel ezelőtt nyaralni indultak, és családi kalandjaiból vlog született, melynek szórakoztató hangvétele hamar nagy tetszést váltott ki. Többen biztatták, nem csak az olvasók, hanem az íráshoz értő szakemberek is, hogy írjon nagyobb terjedelemben. Így született meg 2020. decemberében első könyve, melynek címe Nem mind arany, ami férfi, avagy Kalandok, kalandorok nem kíméltek. Ebben a könyvben humoros formában mutatja be a mai kor internetes párkeresési tapasztalatait, illetve emellett még európai kalandok vicces eseményeit, de szó esik benne önbizalomról, pozitív testképről és önelfogadásról is. Bár a könyv humoros, mégis komoly üzenete is van, elvált, egyedülálló nőknek szeretne segíteni, reményt nyújtani. Hisz benne, hogy a mai világban szükség van mind a téma felvállalására, mint pedig a humorral, a szórakoztatással megmutatni, hogy nincsenek egyedül a hasonló élethelyzetben lévő nők. A könyv nagyon jó fogadtatásban részesült, már a megjelenés napján legalább 200 példány el is kell. 2021. júniusában a szerző megtisztelő meghívást kapott a Békés megyei könyvtár könyvnapjára, amely nagy sikerrel zajlott. Budapesten is volt a hölgy, a könyvvel, méghozzá az ünnepi könyvhéten dedikált. Rendszeresek a könyvtári író-olvasó találkozók, melyekre meghívják. Azóta több interjú is készült, például az Ózon TV, a Körös TV vagy a Hitpont TV szerkesztésében is. Az Alex könyvkiadó borító versenyén első helyezést ért el a kiadvány, illetve elnyerte a Dugonics András irodalmi díjat napló kategóriában. Szeretettel köszöntelek, kedves Simonetta, akinek a beszélgető partnere most a délután folyamán kollégám lesz, méghozzá Molnár Lajos, aki a Berényi Hírmondónak a szerkesztője és az irodalmi körünknek is az oszlopos tagja, vezetője. Őt kértük meg, hogy mint férfi ebben a témában akkor egy kicsit poncolgassa ki ezt a könyvet, melyhez jó szórakozást kívánok mindenkinek. Én is szeretettel köszöntöm Bajernik Simonettát. És mint a felvezetőben is elhangzott, a könyvnek az ötlete nyaraláson jött, hogy így fogalmazhatok. A nyaraláson humoros történeteidet tette fel az egyik közösségi média oldalára, és mikor hazautazott, akkor tapasztalta, hogy szinte felrobbant a postaládája, annyi bátorító üzenetet kapott. Na most, aki a sikeres a közösségi médiában, nem biztos, hogy könyvet is ír. Önnek mi volt a célja vele a könyvvel? Köszönöm, jó kérdést. Ezt még senki nem kérdezte ilyen formában meg, mert gyakran megkapom azt a kérdést, hogy mi volt a célom ezzel a könyvvel, és mindig elmondom, hogy igazából nem volt célom, de azzal, hogy megírtam, keletkezett és lett egy üzenete a külvilág számára. Igazából én csak olyan egészen lazán írtam, és nem gondoltam bele, hogy egy könyv lesz belőle majd egyszer csak, de valahogy úgy sodródtak az események, hogy többen javasolták, hogy akkor annyira vicces, annyira humoros, szerkesszük össze, legyen egy könyv. És igazándiból most, ugye tavaly előtt jelent meg, 2020. decemberében, tehát már azért van egy jó év a hátom mögött, és rengeteg levelet kapok, rengeteg visszajelzést, leginkább egyedülálló anyukáktól, akik magukra ismernek, akár a utazásos történetben, akár a netezős, randizós sztorikban. Úgyhogy most már azt érzem én is, hogy lett egy felelősségem is ezzel, hogy mit publikálok ezzel a könyvvel. És korábban foglalkozott írással? Már úgy értem, hogy tehát mindenki ír most, ugye, ha más nem, akkor e-mailt vagy Facebookon egy posztot, de, hogy mondjam, komolyabban foglalkozott korábban írással?
Egyáltalán nem, az eszembe se jutott, maximum 8. koromban nagyon jó voltam a fogalmazásból, és azóta a kisfiamnak a házjait szoktam időnként én írni, de remélem, hogy a magyar tanárnőm ezt most nem hallja. Nem, ez tényleg ez a nyaralás, amikor elmentünk nyaralni, és egy munkamániás én ott áll, úristen, pihenés, de hogy kell pihenni, már el is felejti az ember, hogy kell pihenni, és egyszerűen csak leírtam, és hát a mai ember ugye hová teszi ki a gondolatait a Facebookra, és onnan indult el, mint egy áradat tulajdonképpen, hogy akkor mindenki várta, hogy még, mert éhesek voltak az emberek a szórakozásra, a nevetésre. És aztán egy idő után meg is állt tulajdonképpen ez a történet, tehát irogattam, de aztán hazajöttünk, hát akkor dolgozni kell, és jönnek a szürke hétköznapok. És igazándiból a pandémia, amikor elkezdődött, akkor volt az, hogy karantén, nem mehetünk sehova, és úgy hozta az életem, hogy sikerült találkoznom egy hölgyel, aki a könyvnek a szerkesztője lett, Henz Nikoletta. Egy buszos utazáson mentünk egyszer Budapestre, és oda lehuppant mellém, és akkor mondta Niki Lada, hogy te írjál már egy könyvet, majd megszerkesztem. De hát akkor az még olyan álom volt, olyan távolinak tűnt, nem is jutott volna magamtól eszembe. De aztán az élet így hozta, és most tényleg hihetetlen, egy jó darabig szokni kellett, hogy valóban van egy könyv. És ahogy például a Simostorik nevű oldaladon is írott, hogy kalandokról szól ez a kötet, tehát a válása utáni 5 év történetét öleli föl, amikor a kamasz fiával egyedül maradt, és nem tudom, meg lehet ezt fogalmazni ilyen általános kérdésbe, milyen egy egyedül élő nő élete a kamasz fiával? Hát külön választanám a választ, milyen egy egyedülálló nő élete a mai világban, harcos és küzdeni kell és kemény. Milyen egy egyedülálló anyuka élete a kamasz fiával, milyen a fiával, akkor még nem volt kamasz, tehát akkor még... Én azt gondolom egyébként, hogy minden napért hálásnak kell lenni, és a jó dolgokat kivenni. Persze, hogy vannak problémák, meg mindennapos dolgok, de én mindig valamihez hasonlítom az életünket. Tehát ezerszer rosszabbul is lehetne élni, és nagyobb gondjaink is lehetnének, úgyhogy mi minden nap igazándiból úgy hálával tekintünk. Én szoktam azt is mondani, hogy ha kiabálok, akkor is szeretlek, akkor még jobban szeretlek. De persze nálunk is rendszeres ez, hogy menjél már fürödni, gyere már vacsorázni. Tehát ugyanúgy élünk, mint bárki más. Csak a szeretet az, amit úgy bele kell azért vinni a dolgokba, a hétköznapokba. Én azt gondolom, hogy ez a titka. A cím is utal a női-férfi kapcsolatra, és a könyv egyik részébe a társkereső oldalakon szerzett tapasztalatairól szól. Konkrétan mit is tapasztaltott? Erre mondják, hogy ha én azt elmondanám, de hát én le is írtam. Igen, érdekes dolog ez, tehát azt tudni kell, hogy amikor egy válás után egy burokból kijön egy nő, akkor valahogy azt gondolja, attól függően, hogy hány éves kapcsolat után, de valahogy azt gondolja, hogy ugyanott tart a társkeresés, mint amikor az előző párt megismerte, és aztán hamar rájön, hogy a mai világban nem erről szól. És persze az elején még az ember naívan, meg hiszékenyen áll, mindent elhisz, aztán hamar rá kell döbbenni, hogy nem így van, és ezáltal egy rutint, egy tapasztalatot szerez az ember, és az az érdekes, hogy hihetnénk azt, hogy ez most csak velem történik ilyen, de nem. Amikor vannak ilyen rendezvények, akkor nagyon gyakran kapom ezeket a visszajelzéseket, sőt most azért mosolygok ennyire nagyon, mert pont délelőtt az egyik hölgy, aki megrendelte a könyvet, és ez már a 3. eset, aki azt mondta, hogy ez a fickó őt is megtalálta. Szóval vannak ilyen alaptípusok akkor?
Valószínű. Nem csak, hogy alaptípus, az a konkrét személy találta meg, és itt sztorizgattuk, hogy neked is ezt mondta, nekem is ezt mondta, neked is előadta. Nagyon érdekes akkor. Kicsi a világ. Vannak, akik fölvesznek egy szerepet, és akkor minden ismerősüknek, minden hölgyismerősüknek azt mondják. Igen, igen. De azt hagyj előzzem meg, hogy ugye a cím alapján, tehát szeretjük a férfiakat és tiszteljük, tehát ez nem egy támadás a férfiak ellen, de az is tény, hogy az internetes társkeresőkön bizony vannak ezek az alaptípusok. Egy idő után már azért ki lehet szúrni, és nehéz ezt így megfogalmazni egyébként, mert ez egy folyamat, ugye, ahogy beszéltek is az elején, ez 5 évnek a folyamata, ami leíródott, de maga az érzés, a tapasztalás, az tulajdonképpen az lett a vége, hogy valóban ezt kell mondani, hogy az internetes társkeresés az olyan, mint egy húspiac. Tisztelet a kivételnek, biztos vannak, akik tényleg valódi ismerkedésre használják, de a legtöbb sztori ez tényleg erről szól, hogy felhígul, nagyokat mondanak, azt hiszik, hogy azért, mert ott van egy nő, akkor már bármit kérhetnek, mert örüljön, hogy valaki szóba áll vele, vagy hát ő is azért van ott, hogy na. Úgyhogy érdekes történeteket indított ez meg az olvasókban is, akik aztán megnyíltak. Mert valahol mindenki azt hiszi, hogy ha veled történik valami rossz, valami kellemetlen, azt szégyelni kell, és hú, csak velem, hú, csak én vagyok ilyen pehjes. És mivel én úgymond egy ilyen engedélyt adtam arra, hogy én elmondtam, hogy én is bénáztam, engem is becsaptak, voltak nagyon érdekes történetek, sztorik, akkor valami mindenki megkönnyebbül, hogy veled is, hát képzeled velem is, és meg tudnak nyílni, és valahogy megkönnyebbülnek a hölgyek, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal. Mondott egy lényeges, vagy érdekes dolgot, legalábbis számomra, hogy mennyire megváltozott a társkeresés az idők során, mikor még akkor a fia édesapját megismerte, meg most. Ennek mi lehet az oka? Maguk az emberek változtak meg? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt még senki nem kérdezte meg, úgyhogy ezzel még többet kell gondolkoznom. Egyébként valóban azt a részt is említem, hogy annó mi hogy is ismerkedtünk meg, és a mostani részt. Valahogy a világ ilyen. Persze ez lehet, hogy csak egy kifogás, hogy mindent a világra tolunk rá, meg a felgyorsult információáradat, a felületesség, az, hogy nem figyelünk annyira egymásra, önzőbbek az emberek, tehát ez sok mindenre rá lehet fogni igazándiból, de ott van a másik része is a kérdésnek, nagyon sokszor hallom azt, sőt most az utóbbi rendezvényen fiatal hölgyek is mondták azt, hogy de hát hol ismerkedjünk? Tehát nincs meg az a közeg, ahol igazán lehetne ismerkedni. Bár erre más meg azt mondja, hogy az utcán is lehet, vagy az ajtóban is lehet, bárhol lehet. Hát ki mennyire nyitott, nyilván. De valahogy talán ennek tudható be. Igen, régen voltak hagyományos bálok, farsangi bál, születi bál, arató ünnepségek, arató bálok, ahol lehetett ismerkedni. És ott, hogyha jött egy úriember, és felkérte a hölgyet táncolni, valóban csak táncolni akart vele. Na, a mai világ az már nem egészen így van. Simonetta, eddig csak beszélgettünk a könyvről. Kérhetném, hogy olvasson fel egy részt? Jó, válasszunk ki valamit. Ritkán szoktam én felolvasni, általában ezt mindig valakire rátestálom, de most megnézzük akkor, hogy melyik rész legyen. Ez egy külön érdekesség, mikor az alkotó olvas. Igen. Nekem van egy kedvenc bevezető részem, csak most az érdekes, hogy itt a férfiak előtt kell ezt elolvasni. Nem biztos, hogy ezt választom. Nem kell fiatalni, imádjuk a tattottságokat. Hát igen, mert azt a részt szoktam először választani, amikor elhatároztam, hogy akkor én a netes társkeresőre felregisztrálok. Inkább a hölgyek szokták jobban átérezni ezeket a gondolatokat.
Most arra gondoltam, hogy mást fogok választani, de azért nem választok mást, mert pont ezzel szeretném igazándiból azt megmutatni, hogy ez egy olyan könyv, ahol az önirónia, mindenki tud vele azonosulni, úgyhogy én mégis ezt a részt választom a férfi közönségnek a... Hát nem tudom, mit fognak szólni. Mi nagyon empatikusok vagyunk. Hát szerintem a hölgyek jobban át fogják érezni. Na jó. Tehát, bevetésem. Akció indul. Néha úgy érzem magam, mintha én lennék a Dél-Alföld Carrie Bradshaw-ja, a Sex és New York filmből, aki csak álmodozva írja az okosságokat a szerelemről. Bár ha mérlegre nézek, akkor inkább tűnök Bridget Jonesnak, mint légiesen szökkenő, gazella külsejű Carrie-nek. És ha azt vesszük figyelembe, hogy Bridget is milyen pehes volt a pasikkal, meg a súlyával, na, akkor tudni, hogy rokon lelkek vagyunk. Ma szükségem volt egy noteszra. Meg is találtam egy régit, aminek az első két oldalán ott virított a szívszorító jegyzet, miszerint elkezdtek fogyózni, te izibe. Kezdősúly, centiméter, minden, ami kell. Na, úgy téptem ki ezt a két lapot akkora lendülettel, mint valami női névről elnevezett pusztító hurrikán. Ne ezen az adatokon múljon már a mostani boldogságom. Persze mondani könnyű, de az érzés. Régen minden könnyebb volt. Én is. Ma megmértem magam. Jesszus Mária, piszok mérleg, kegyetlenül őszinte. De legalább nem röhög. Nem írom ide, hogy mennyit mutatott. Még kiégne a lap. Annyira forró, perzselő adat. Bárcsak minden olyan könnyű lenne, mint elhízni. Vajon a kalória is annyit gondol rám, mint én rá? Elmélkedtem. Pedig én tudatosan táplálkozom. Mindig tudok róla, ha eszem. Ha a test a lélek temploma, akkor a hónap végére az enyém bazilika lesz. Milánnal szoktuk egymást kedvesen ugratni. Ő engem édes kis bálnámnak hív. Én pedig Milán! Te vagy a Taj Mahal. A múltkor mondja nekem Milán. Egyébként anya, tökéletes idő lenne felállni a futópadra. Na, akkor haladj, mondtam. Mi? Kérdezte ő. Mondom, akkor most rajta haladj. Mondtam. Ja, én neked mondtam. A gondolkodás fegyele. Lehet, hogy korán kelek, és elmegyek futni egyet. De az is lehet, hogy nyerek a lottón. A kettőnek kb. Ugyanannyi az esélye. Én az utcán sosem szoktam futni. Ha mégis látnál, hogy futok, akkor menekülj te is, mert írtó nagy víz lehet. Azért szeretnék olyan sovány lenni, mint amikor azt hittem, hogy kövér vagyok. Nem könnyű dolog ez. Csak két dolgot szeretnék igazán. Lefogyni és jókat enni. Vajon miért van az, hogyha kinyitom a hűtő ajtaját, és szembenéz velem a lépa és a tiramisu, akkor csak a tiramisu hívó szavát hallom meg. Engem válasz. Csábít akár egy szirén. Hát, hogy mondhatnék én nemet egy ilyen kedves olasz invitálásnak? De milyen bitang ez a tiramisu. Kis kockákból áll az egész doboz, és valahogy mindig ki kell egyenesítenem, hogy ne maradjon ferde a sor. Aztán szép lassan elfogy. Na de csak nem hagyhatom ott olyan slendriánul cakkosan. De azért van nekem lelki ismeretem is. Tudom, mi a tisztesség. Miközben elegánsan falatozom, divatos szóval nasizom, közben nézem, hogy milyen a hasizom. A fit tévén megy a torna, én meg kitartóan nézem. Ha pedig csatornát váltok, akkor keresek valami szívtöblesztően romantikusat. Három az egyben. Nasizom, hasizom, pasizom. Tökéletes kombó. Egyébként a pasik azt hiszik, na most figyeljenek, hogy a nők valami oltári nagy dologra vágynak, a tökéletes férfiról álmodva. Pedig mi nők leginkább arra vágyunk, hogy annyit tehessünk, amennyit csak akarunk, és mégse hízzunk el.
Érdekes, na mindegy. Maradjunk annyiban, nézzük mindennek a jó oldalát, hogy a kövér embereket nehezebb elrabolni, úgyhogy mi biztonságban vagyunk. Készülődés. És megdöbbenés. A francba, hogy fogok én egy hét alatt lefogyni 20 kilót? A válasz kézenfekvő, sehogy. Igen, bekapcsolt a szokásos pániküzemmód, meg a megfelelni akarás. Hiszen reális, kegyetlen leltárt készítettem karosszériám állapotáról. Lélekölő valóság. Egy hét alatt nem leszek fitness modell. Hurka itt, hurka ott. Cicik? Na azok legalább vannak, de a gravitáció ádászan tépázza mindkettőt. Mit szépítsek? Lógnak? Na jó, még nem úgy, mint két üres tejes zacskó, vagy mint a spániel füle, de azért nem is olyan vadítóan feszesek, mint két augusztusi göröddénye. Van az a teszt, hogy akkor jó a mellek állapota, ha beteszel alájuk egy ceruzát, és le tud esni. Hát az én kebleim alá egy seprűnyél is víha befér, és stabilan is tart. És ott vannak azok a fránya szőrök. Igen, nekem is vannak. Szerencsére nem túl sok, és világosak is, de akkor is vannak. Persze, rendszeresen megszabadulok tőlük, de azért az altesti rész nem mindig napra kész. Nem mondom, hogy egy vadregényes, burjánzó dzsungel, ahol fenyeget a bozott tűz, de azért nem is mindig tükör sima lesz a lópája. Szóval, ilyen teljes körű harci készültséget csak is bevetés előtt alkalmazok, mert a gyantázás igenis baromira fáj. De persze itt jön a lerágott csont, a szépségért szenvedni kell. Ezt valami hülye egyszer kitalálta, és azóta ez jut nekünk, és ezt én tudom a legjobban, hiszen ez a szakmám. Ma az egyik barátnőm, Kati mesélte, aki mindig jókedélyű és mellesleg szingli, hogy az egyik ismerőse még most életében felajánlotta a fejét kutatási célokra az Anatómiai Múzeumnak, ezért most kapott is érte egy csomó pénzt. Ezért Kati is kedvet kapott. Férfi ember hiánya lévén felajánlja nemes női szervét, a P-betűset, kutatási célokra. Jelige, Hervat Pipacs. A melleiről is eképpen rendelkezett, azzal a kikötéssel, hogy csináljanak belőle kilincset, így többen érinthetik majd meg. Állítólag a férfiak szeretik a szép és elérhetetlen nőket. Na megyek, rendbe teszem magam, és bezárkózom a pincébe. Vagy randira felel, le a Hervat Pipacsal. Valóban nagyon szórakoztató, és... És nem tudom, tehát nagyon jó kijön belőle ez önirónia, amit ön is említett. Nekem az a mondat különösen tetszik, hogy régen minden könnyebb volt, én is. Igen. Hát igen. De azt hiszem, az jó tulajdonság, ha valakinek van öniróniája és képes így írni magáról. És hogy haladjunk tovább, hogy jól gondolom, vagy nem jól, hogy a könyvet elsősorban női olvasóknak szántam. Igen, igen, érdekes, hogy említettem is, hogy vannak férfi olvasók is, és nem csak azok, akik benne vannak, mert ők is megvették. Egyébként mindenki, aki benne szerepel, teljesen más névvel és foglalkozással, de minden történet igaz. De vannak benne jó történetek is, tehát nem csak a kínos szituációkat írtam le, úgyhogy vannak férfi olvasók is, de leginkább a hölgyek érdeklődnek. És pont amit felolvastam, ez egy olyan részlet, aki ebben benne van, az tud vele azonosulni, hogy hú, én is mindig akkor a súlyommal foglalkozok, a szüleimmel foglalkozok. Egy nőnek az életében ez benne van. Férfiak lehet, hogy nem értik, hogy mi van. Nők jobban tudnak ezzel azonosulni. Viszont az okos férfi női könyveket is olvas, hogy jobban megismerje a nőket. Így van, jobban megismeri és megértse. Igen. Igen. És
Az a felvezetőben azt hiszem, hogy elhangzott, hogy ön kozmetikusként dolgozik, igen. Kozmetikus mester, ugye? Igen. Igen, és sminkes, hogy azért ez nem egy vékony könyv, hogy a munkája mellett mikor volt ideje írni? Hát ez úgy történt, hogy ugye már a nyaralós részek megvoltak, hiszen azt meg is osztottam a Facebookon, és amikor a könyv gondolata kipattant a fejünkből, akkor jött ugye a karantén időszaka, és én éjszaka tudtam jobban írni, egy egyszerű vonalas spirálfüzetbe kézzel, annyira gyorsan jöttek a gondolatok, hogy nem tudnék úgy gépelni, és le kellett írni, és aztán át kellett másolni, és amikor a könyv kiadására került a sor, akkor igazándiból 2 hét alatt kellett ezt befejezni, és utána jött a szerkesztés, és hát karácsonyra megjelent. És most ez a problémám is egyébként, hogy most már viszont ugye nincs karantén, ezért dolgozom, és sokkal kevesebb idő jött a másodiknak. Mindenki kérdezi, hogy mikor jön a folytatás. Igen, igen. Hát igen, nincs nagyon idő rá megírni, de sztorik vannak. És azt említette, hogy 5 év történetét fogja át a könyv, igen. 5 év tapasztalatát, hogy és a Művészbe járó című, nem tudom, tévéműsor az, ugye? Abba említette, hogy ez a könyv szórakoztató, de terápiás célja is van, vagy volt, hogy kíváncsi lennék rá, hogy önmaga számára itt a könyv végén az 5 évet lezárva milyen tanulságokat tudott megfogalmazni? A saját számomra? Igen. Igen, mert ez a terápiás jelleg nekem is jól tett egyébként ez a könyv. Annak a célja az önismeretfejlesztés. Önismeretfejlesztés volt. Az, hogy ne legyek ilyen naív, ne legyek ilyen hiszékeny, kicsit dörzsöltebb legyek a mai világban. Úgyhogy a könyv végén még nem voltam annyira, mint most. Tehát az egy év is azért hoz az emberen tapasztalatokat, de érdekes, most megint elkalandozok egy kicsit, de egyszer kaptam egy kérdést, hogy aki megrendelte a könyvet, szeretné odaadni egy 16 éves kislánynak, és hogy mit szólok hozzá, mert szerelmi bánata van, és meg fog halni, és sosem lesz szerelmes. Persze ezt tudjuk, hogy ez ilyenkor mindig azt hiszi az ember, hogy ez így van. És én azt gondoltam, akkor elgondolkoztam, hogy egy 16 éves lány hogy olvasná ezt a könyvet, milyen szemmel, és végül azt mondtam, hogy bátran adja oda neki, olvass el, mert tanul belőle, kicsit meglátja, hogy mással is történhetnek ilyen esetek, és hogy hogyan lehet ebből kijönni. Tehát ahogy az elején elindultam olyan hiszékenyül, és tényleg leírtam azokat a sztorikat, hogy milyen hülyeségeket hittem el a végére, azért már igencsak... Hát nem tudok jobb szót mondani, de kikupálódtam. Úgyhogy terápiás jellekkel igazándiból nagy haszna volt, és talán jó is volt ezt leírni, kiírni. Lehet, hogy ezért nem jön annyira könnyen a második könyv, most tök jól vagyok. Valahogy, ha az ember egy kicsit bánatosabb, akkor jobban neki fekszik, és kiírja magából a bánatát. De az érdekes és egyúttal tiszteletre méltó is, hogy a korábbi naív önmagát is képes vállalni. Képes azzal is szembenézni, az a régebbi énjével. Ezt fel kell mindenkinek vállalni szerintem, mert mindig tanulunk és mindig fejlődünk. Tehát mindig, ha egy év múlva találkoznánk ugyanígy, biztos, hogy más gondolata lenne mindenkinek, és más, hogy élné meg azt a napot. Ez a jó, amikor az ember tud fejlődni, és megtanulni, megfejlődni. Az meg, hogy felvállaljuk azt, hogy elrontottam, béna voltam, átvertem, nem sikerült. Én azt gondolom, hogy az is hozzátartozik az élethez. Hogy mondjuk el egy történetet, ez pont most esett meg, hogy otthon a kisfiammal nagyon jókat szoktunk sztorizni, és ez benne is van a könyvben, és említettem neki, hogy ez vasárnap volt, és mondtam, hogy hétfőn megyek mezőverénybe, tök jó lesz a könyvtár, úristen, még el kell mennem fodrászhoz, hogy normálisan nézzek ki. És erre megszól a kisfiam, hogy
mert te most is normálisan nézel ki. És én mondtam neki, hogy nem, a normális az, amikor egy nő elmegy fodrászhoz, és szépen ki van vasalva a haja és minden, és aztán rájöttem, hogy valóban, tehát miért kellene azt, tehát miért nem magunkat vállaljuk fel, hogy nekem gönder a hajam, szeplős vagyok, miért kell mindig a legjobb énünket, mint akár ott a plakáton, nem úgy kelek fel, nem úgy nézek ki, az csak egy fotózás eredménye. És ő rádöbbentett engem arra, hogy valóban, tehát próbálunk mindig megfelelni valaminek. Az jó, hogy a legjobb énünket hozzuk ki, csak saját magunk számára, vagy a külvilág számára akarjuk ezt megtenni. Úgyhogy most nem mentem el fodrászhoz. De sokkal jobban érzem így magam, mert önmagamat adhatom, és nem egy látszatot, hogy én mindig tökéletes vagyok. És pont ezen gondolkoztam el a Milánnak a szavaival, hogy akarom én ezt a könyvet az anyukáknak, ha engem annak látnak, hogy nekem mindig jó a frizurám, meg mindig jól nézek ki, holott nem, mert reggel én is kócosan kelek fel, van rossz kedvem is, otthon sem mindig rendbe áll minden, de ez az élet. Tehát így vagyunk ember. És érdekes, hogy milyen nyitott személyiség, hogy odafigyel a fiára, elgondolkodik rajta, és hajlandó változtatni. Nagyon sokat lehet tanulni a fiataloktól is, egymástól is, bárkitől. Itt is szerintem a teremben bárki mondhatna olyan dolgot, egy mondat, egy gesztus, bármi, amitől emlékezetessé válik, ami elindít egy gondolatot. Én hiszem egyébként azt is, hogy nincsenek véletlen találkozások. Az, hogy mi most éppen ennyien itt vagyunk a teremben, hogy megyünk majd ki, milyen érzések, milyen ötletek, mindig jön valami következmény. Hát a Milán az meg a szívem csicske, tehát attól függetlenül, ezt szoktam mondani, mint a rossz anyák filmben, hogy hú, pitang egy kölök, pedig nem, de imádom, szeretem. És ez is az őszintesség, hogy nem csak az van, hogy nálam minden rendben van, nem, kamasz, nehéz vele, én öregszem, szoktam neki is mondani, hogy te kamaszodsz, én öregszem, ne hűljünk már meg ennyire, de szeressük egymást. De ez csak így lehet. Az egy nagy hazugság, ha azt mondanám, hogy minden tökéletes, minden fényezünk, nem, pont ebben van a szabadság, hogy megengedjük, hogy esendőek legyünk is emberek. És a fiam most egy nagyon nehéz korban van. Igen, kamasz. Azóta már 15, rájöttem, hogy most lesz a szülinapja. Igen. Hogy nézzük a könyv történetét, tehát a könyv ugye megszületett, talált hozzá szerkesztőt. Igen, jó, ott Henszik. Igen. Hogy gondolom nyomdát is lehet találni. Igen, találtunk egy jó kis nyomdát. Igen, hogy ez eddig úgy... De ugye nyilván nyomda költség, stb., de ez úgy megoldható. Viszonylag könnyebben megoldható, ami szerintem nehéz, az eljutatni az olvasókhoz. Pontosan. Hogy ezt hogyan próbálja megoldani? Igen, hát ugye érdekes, hogy én sem láttam bele a könyv világába, hiszen imádtam a könyveket, bementem a boltba, megvettem. Nem gondolkoztam el, hogy kerül az a könyvesboltba, vagy egyáltalán melyik polcon látom én pont azt a könyvet. Most a másik oldaláról látni azt, hogy milyen az, amikor egy kiadó adja ki a könyvet, és milyen az, amikor magánkiadásban. Ennek a részleteiben most azért nem folyok annyira bele, de nyilván nem véletlen, hogy én is inkább a magánkiadást választottam. Viszont ezzel valóban azt is kockáztatni kell, hogy hogyan terjed a híre. Talán ennek a könyvnek az esetében szerencsés, hogy a címe is olyan frappáns, hogy nem mind arany, ami férfi, úgy felkapja mindenki a fejét rá. Nyilván ennek a könyvnek azért kellett szerkeszteni egy weboldalt, egy ilyen landing page-et, ahol meg lehet rendelni. Hát 1000 darab került ki a nyomdából, és ugye az első 200 darab az első nap elment az kilométeres sorát ott az utcán, hogy hurrá, itt a könyv, és aztán úgy megállt. Most igazándiból az 1000-ből egészen őszintén 600 darab, nem egészen 600-500 valamennyi még megvan, de ami nekem nagyon jó érzés, persze én is azt gondoltam, hogy 2 nap alatt elmegy, de ez nincs, viszont
az ország összes területéről, külföldről is érkeznek megrendelések, és így legalább jobban tudom követni. És én igyekszek mindenkinek valami kedveset beleírni az elejére, nem csak dedikálom, hanem valami igazán aranyos dolgot beleírni. És nem is bánom, hogy nem hirtelen mentem az egész, hanem egy picit tudom követni, sőt az oldalunkon van is egy ilyen rész, hogy hol laknak a könyveim, kapok fényképeket is róla, és itt talán jobban lehet követni, hogy merre mennek ezek a könyvek, de valóban, tehát ezért nagyobb feladat a reklám, mint hogyha bármelyik neves könyvesboltba valaki bemegy és leemeli a polcról. Igen, mert azért a legtöbb kiadónak megvan a kapcsolata a könyvkereskedőkkel, igen. És egy magánszemélynél egy nagy könyvkereskedő cég nem állszunk meg magánszemélyen, vagy nagyon ritka lehet az ilyen. Akkor ez a feladatod is, sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. És mondta, hogy követi az olvasókat, hogy hova jut el a könyvbe. Milyen visszajelzést kap az olvasóktól a könyvről? Nagyon-nagyon jót. Most mondhatnám, hogy nagyon jó, de persze mindenki ezt mondja. Ezt elolvasom, mert ezt meg kaptam pont. Nagyon aranyosak egyébként, mert tényleg olyan közvetlen stílusban például ma délelőtt jött egy olvasótól. Szerintem nincs is benne olyan, amit nem lehetne elmondani. Kedves Simonetta, most, mint kísérő ülök a kórházban, egy vizsgálatra várva. Elhoztam a könyvedet, gondoltam, elkezdtem olvasni. Hát én itt kuncogok magamban a maszk mögött. Jól éreztem én, hogy ezt a könyvet el kell olvasnom. Legyen szép napod, olvasok tovább. Tehát nagyon aranyosak a visszajelzések. Azt is elmondom teljesen őszintén, hogy negatívat is kaptam, nem sokszor, de mindig ugyanaz volt a negatív. Az volt benne a negatív kritika, hogy túl sok férfi hirdetést tettem bele, és nem ezt akarják olvasni, hanem az én gondolataimat. De én direkt azért tettem bele, hogy így hirdetnek a férfiak. Tehát ilyen hirdetések vannak. Most jól értem, Simonetta, hogy a társkereső oldalon a férfiak bemutatkozásáról beszélünk. Igen, pontosan. Igen, mert van, aki felmerészkedett már ilyen oldalra, van, aki még sosem volt. Igen. Ők kíváncsiak, hogy akkor hogy hirdetnek a férfiak. Ugye a régi időben azért úgy hirdettek, hogy hány éves vagyok, hány centi magas vagyok, dohányzok, nem dohányzok, igen. Kész, ennyi. Hát ma már nem úgy hirdetnek. Meg nyilvánvalóan így tudta akkor szembesíteni a bemutatkozásukat, és utána a találkozásra. Igen. És tényleg, hogy ezért ez egy olyan nagyon tömör rész, de hogy ahogy beszélgettünk az elején, hogy ez egy társadalmi helyzet is, hogy tényleg ez a helyzet, mondhatnunk, hogy bármi más, de így hirdetnek. Persze, azt tegyük hozzá, hogy lehet, hogy a hölgyek oldala is, nyilván én azt nem ismerem annyira, mert volt már olyan beszélgetésem, amikor azért visszajeleztek férfiak, hogy na ők hogy jártak a nőkkel. Tehát ezért itt nem csak arról szól a helyzet, csak nyilván én a saját szemszögömből férfiakkal ismerkedek, és ezt tudom elmondani, de biztos, hogy a férfiak is tudnának olyan történeteket mondani, ami nem túl pozitív. És Simonetta, említette már, hogy tervezi a következő könyvet, és reméljük, hogy lesz ideje rá, hogy meg is írja. Az a második kötet miről fog szólni? Hű, ez is egy jó kérdés, ezt sem kérdezte még senki. Nehéz, azért nehéz, megvan már a címe, hogy mi lesz. Azért nehéz, mert valahogy én úgy érzem, hogy engem egy kicsit úgy beskatujáztak ebbe a stílusba, és hogy én most úgy osszam az észt a férfiakról, de én ezt nem akarom. Tehát nem ez volt a célom vele, nem bántásként. Én leírtam az életemnek egy szakaszát, egy történetet. Tehát az biztos, hogy a második könyv sem az lesz, hogy mint egy nagy feminista is mondom, és a férfiak is, fú, nem. A címe megvan, és érdekes, hogy az valahogy bekategorizálná, de nem tudnám elmondani. Nyilván nem akarnék
annyi sztorit már ne sem tudnék írni, mert annál már okosabb vagyok, mint a könyv. Tehát annál már okosabb vagyok. Meg én tényleg nem akarok egy olyan Bridget Jones lenni, hogy majd a 600. könyvemnél is az van, hogy az a lúzer csaj, aki még mindig nem talált magának pasit. Úgyhogy nem tudom pontosan. Az biztos, hogy az utolsó oldalon az van, hogy folyt köv. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a második. Az biztos, az garantálhatom, hogy humoros lesz. Tehát ezt nem fogom magamat megtagadni. Igen, ez nagyon jól megjönne. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, hogy beszélgettünk. Számomra nagyon élvezetes volt a beszélgetés, és köszönöm szépen. És nektek is köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. További szép estét. Köszönjük.